apának a szülei, a nagyi meg a papi, ők sem voltak tehetősek, viszont arra spóroltak, hogy amikor majd apa megnősül, akkor el tudják őt indítani az életben, és vettek neki egy ilyen picike kis kertes házat a város szélén, ahol nem volt se gáz, se víz, se csatorna, tehát körülbelül így nagyjából semmi, de volt 4 fala, és akkor azt kezdték el így csinosítgatni, és soha nem akartam lenni az elkényeztetett kislány, és ő sem akarta, hogy az legyek, aki így mindent megkap a szüleitől, hanem meg kellett érte dolgozni, meg kellett mutatni, hogy én ezt egyedül is meg tudnám csinálni, és meg fogom csinálni, de az utolsó pillanatban akkor így érkezett egy kis segítség, amit én előre nem tudtam, de nagyon jó, hogy volt. Ezt így eldöntötték, hogy mind a két gyereknek pont ugyanannyit tesznek félre, pont ugyanannyi az egyetemre, pont ugyanannyi a lakhatásra, és ez azért egy tök jó dolog, és ezt a testvérem is biztos vagyok benne, hogy tovább viszi, meg én is. Tehát onnantól kezdve, hogy megszületett a Milán, teljesen megváltozott körülöttem minden, és fontossá vált az is, hogy ne herdáljam el a pénzt, ne csak magamra gondoljak, nem akarok mindent megoldani helyette, mert nem gondolom, hogy az a hosszú távon jót teszek neki, viszont egy védőhálót mindenképpen szeretnék alá tartani. Vele kapcsolatban minden ilyen könyvpotyogós tudom, hogy meg akartál síratni, de nem fogsz. Amikor ő megszületett, én rögtön elkezdtem takarékoskodni, és nagyon büszke vagyok magamra, mert most lesz 3 éves a Milán, és az azt jelenti, hogy most már ugye 3 éve minden hónapban ugyanazt az összeget ráteszem egy bizonyos számlára, ami az övé, és azt ő fogja majd megkapni, amikor felnő.